Polotin Máriát, Szabó Tamást, Verni Emmát és Latici Jánost. Emlékezzünk rá, hogy és kérdések likvidálul a nagy hírű számát környékelőnek a fogjátunk emberadni. Amikor egy-egy percre felszerett a holnap, úgy hittem mindent értek, s nagyon boldog voltam. Igazságosztó bírót játszott el a vágyam. Ilyenkor bűnök között Krisztus módra jártam. De az álom elkopott, ember vagyok. Mennyi furcsa kérdés tartogat az élet, én még ifjú vagyok, választ várok tőled. Mondd el, adsz-e majd erőt, ha nem bírom tovább. Ölelni úgy szeretnék pont, ahogyan régen, hitességgel velem, hogy érdemes volt élnem. Nem baj, ha hazudják, csak élhessem a vágyam. Érezzem, fontos vagyok, s magam megtaláljam. Ezért mindent feladok, én ember vagyok. Mennyi furcsa kérdés tartogat az élet, én még ifjú vagyok, választ várok tőled. Mondd el, milyen Isten, vigyázz rád, ha félsz, és adsz-e új erőt, ha majd nem bírom tovább. Először ez mellékesen Váradi unoka, akárcsak a kameraman, Váradi Arnold is. Kaptam olyan házi feladatot Marikától, hogy egy rövid iskolatörténetet vezessek elő. Na most én úgy gondolom, hogy kicsit messzebbre nyúlnék, mint az 50 év, amelynek részesei voltak magunk is, illetőleg hát az 50 évnek mondhatom én is, csak kicsit lehet, hogy alsó lépcsőről kezdve. A kezdőképre összemotíroztam az iskola első fölvételét, ami jogoldali, én a mostanival, tehát gyakorlatilag különlemében nem sokat változott. 927-ben, 90 esztendővel ezelőtt avatták fel a polgári iskolát. Ami ugye az elemi iskolára épített. Mint mindenütt másút, a durapatőr és az elemi oktatás felekezett oktatás volt. A református fiúiskola a Petőfi Sándor utcában, a református lányiskola, ami egy később kollégium, aztán most a református egyházhoz visszakerült épület lett. Aztán a katolikus iskola, a Linzer Kft. Jelen pillanatban, illetőleg a zsidó elemi iskola, amely most magánház. Valamint iskolaként működött a községházában látteremben az a kicsi épület, és az eklézsiát még nem is tettem a fotók közé, lehet, hogy van önök közül, aki az eklézsián is jár, még iskolában annak idején. Tehát 27-ben megépült a polgári iskola, amely aztán az államosítás után nagy iskolaként működött tovább, így él a mi tudatunkban, és így ismerhettük meg. Az iskola építés nagyban volt köszönhető Lévenzőr Kunó grófnak, és véletőleg a Patai 19-es helytállásáért épült meg a polgári iskola. Azért lényeges a polgári iskola Dunapatajon, hiszen ugyanúgy Patajon gyűjtötte a környék ifjúságát, mint ahogy a gimnázium is abban az időben az önök idejére Patajra főnök gyűjtötte a környék ifjúságát. Hát néhány kép a idők változásáról, ez önök előtt is ismert, az utolsó, az a 60-as évekbeli képes volt. A Kodály hagyomány 46-62-66, ennek
az utolsó kettőnek önök is részesei voltak. 40 volt az első látogatása Kodály Zoltánnak egy énekes napon, 62-ben a művelődéssel a tavaszőletétele, illetőleg 66-ban az avatása. Az első kép a 40-es látogatáskor készült, aztán az alaptőletétel, majd a művelődéssel az avatása. Az utóbbi, tehát a 66-os, a műfázavatás azért is lényeges, mert az a szomorú tény, hogy itt mondta el Kodály az utolsó nyilvános beszédét, ezáltal tudhatatlan, hogy bevonult az előtörténetbe is. És hát a Kultúrház görbőtortja korta makettjét éppen akkor végzik ki. Volt egyszer egy gimnázium. Hát nagyon kevés fotónk van. És arra kérem önöket, hogyha a fotóikat digitalizálással kölcsönadnánk, nagyon szépen megköszönnénk, hiszen nagyon kevés a fotó az iskolában, és tudom azt, hogy így után a második, a harmadik generációnak ezek a képek már semmit nem fognak jelenteni. De hogyha ezt digitalizálni tudjuk, és az iskola archívumon meg tudja őrizni, akkor az idők végezetéig lesz, mihez hozzáférünk. Én tudom, hogy ez egy ilyen későbbi évjárat, mert ott a gyémesítőmiből megtalálva a jelenlősi a kismisi. Május esély, fölvonulás, először odafelé, majd visszafelé. Ugye a községház, a nagyobodától, vagy a zöldkeresztes háztól jön másolat, és ez pedig egy a unitárius templom tornyában készült fölvétel, hát az van rajta, hogy általános iskola és gimnázium, vagy az ifjak hoznak, és véletlenül a leányok, a gimnazista lányok, mert nagyon csinosak és szépek. És hát azon ez ismerős lesz, ezt a tablók sincsenek sajnos meg, volt egy olyan elődöm, néhányan előttem, úgy gondolt, hogy a tablót azt le kell szedni a folyosóról, és gyakorlatilag a régi tablók szinte mindegyike megsemmisült. Nagyon jó, hogy abban az időben készültek a tablókról fényképek, tehát tablófotók, amik alapján, hogy vissza tudjuk fejteni a múltat. Ezt, amit én most itt beszkenneltem, ezt a Magdinénitől kaptam a Sáfárnétól, és nem azért érdekes, mert ezt nem látták, hanem ezért érdekes. Szeretettel a negyedik osztálytól Sáfár János, és ott van mindenkinek az aláírása rajta. Hát kérem szépen, el lett most az osztálylépsor, és milyen gyönyörű szépen írtak, tehát ez ezért érdekes. Nem az eleje, hanem a hátulja. Megtaláltam ezeket a dolgát? Kodó Piroska, Nével Mária, Künyicsén, a Kosaras pedig, Molnár Viktória, Király Erzsébe, Naudati Mária. De szerintem egy egész olvasható. Megszerintem egészen jól olvasható. A Petőfi népe 63-65-ér a következő írja, készült itt egy interjú, és Fábián tanárbácsi elmeséli, hogy régi vágyunk volt, hogy gimnázium legyen, végre sikerült az első osztályt beindítani úgy szerepel, mint a kalocsai első és a gimnázium kihelyezett osztálya, de szeretnénk az állam és a gimnáziumi tagozatot 12 évfolyamos iskolában fejleszteni. Az ehhez szükséges tantermeket itt az általános iskolában emeletrájépítés biztosítaná. A Művelődési Minisztériumtól meg is kaptuk a tervek elkészítésére szükséges engedélyt, az építkezés előreláthatólag 65-ben kerül majd sor. A felszerelés kielégítő gimnázium egyelőre 3 középiskolai nevelőt kapott, több tantárgyat pedig az itteni pedagógusok tanítanak. A lakosság nagyon elégedett, az első osztályban május 36-an jelentkeztek, így a Petőfi népe 63. augusztus 25-én. A lakosság, igen, 36-an jelentkeztek, jönnek Hartáról, Oltásról, Édenlapról és a községről olyanok is, akik másfélben nem tanulhattak volna tovább. Hát azt a Dickens regény címet írtam, hogy szépre védjek, hiszen tudjuk, hogy meddig élt a gimnázium, tudjuk azt, hogy emelet rá egy videósan, hogy semmi nem lett. Most nagyon ugrom az időbe, és ezt nem is nagyon fogom húzni,
Tehát 89 után az iskolában megszűnt az énekzene tagozatos osztály, illetőleg utolért bennünket a falvak elnéptelenedése és a létszámok drasztikusan csökkentek. 84-ben 500 általános iskolásunk volt, 2016-ban 182. És ennek nem az az oka, hogy elhívták Katalinról a gyereket, hanem azért, mert a szülő és nemzőképes korosztályok eltűntek Katalinról is. Mostanra stabilizálódik úgy a létszámban, hogy néhány fotó a múlt is el, ami általános iskolás volt, ez egy Katalin általános iskolás kép az 50-es évekről. Lent a pincébe a menzán a nagy parter. A szívén nagy parter. Így nézett ki, amikor ki volt pontva az összes tantermek a közfala. Tehát egy nagyon érdekes, egyenes folyosó volt az egész, érdekes látvány volt. Hát ma pedig ilyen körülmények között tanulunk, vagy tanítunk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, ez az a rövid történeti összefoglaló, és meg a nézetben. Igen, igen. Tehát az, amire is 60-as évek, amikor különösták voltak, én azt gondolom, hogy az aranykora volt az iskolára. Azért volt az aranykora, mert olyan kiválóságot tanítottak itt, akik később aztán a főiskolai és egyetemi katedrális is megállták a helyiket. Ugye a zsolnai házaspár is itt dolgozott, aztán a Boniferté, de én az Apolai Tamást is mondanám, aki ugye Pécset futott be egyetemi karrier. Azért is volt az aranykor, mert egy nagyon széles spektrumot biztosított a gyerekeknek. Ugye az általános iskolán kívül volt gimnáziumi képzés, sőt volt a szakképzésre kihezett tagozata is abban a pár évben. Ezekről olyan sokat nem beszélünk, hogy nagy büszkeség volt a szakképzés is, a gimnáziumról nem is beszélve. És azt mondom, hogy aranykor volt azért is, mert az itt tanulók nem csak tantárgyi alakozást, hanem emberi alakozást is kaptak, ami a későbbi életükhez bizony nagyon nagy fort jelentett. És ezt azt gondolom, hogy meg kell emlékezzünk a szülőkről is. Tehát abban az időben, amikor ott elkezdték a gimnáziumot, falusi gyereket gimnáziumba adni, az nem volt egy eszmény történet. Tehát a szülők, akik ezt vállalták, sokszor maguk is kihívással néztek szembe, abból a közegből esetleg, ahonnan ugye nem nagyon szoktak gimnáziumba adni gyerekeket. Tehát amikor az előbb fölálltunk, én az a gondolatban azt is mondtam magamban, hogy és akkor emlékeztünk meg a szülőkről is, akik ezt vállalták, hogy magukat gimnáziumi oktatásba adták. Vállalkozom erre a hosszúra, de nagyon szép levelet írt, amit majd a igazgató fog. Csak egy személyes megjegyzés, hogy nem lehetett úgy Patai főiskolás vagy egyetemist a Szegeden, akik rá a Bonifertét ne figyeltek volna oda. Tehát ők is tudták, meg mi is tudtuk, és személyes találkozások is voltak. Tehát az a régi kapocs, ami patajosztott a Bonifertét, az később is megvan. Tehát úgy nem lehetünk Szegeden főiskolások, vagy egyetemisták, vagy Bonifertét. Rajta ne tartották volna a szemüket, és akkor lejöttek én is, akkor szabad. Tehát kedves, ekkor volt tanítványai. Köszönöm a szeretettel és invitálást az 50. érettségi találkozótokra. Mint gondolom tudjátok, sajnos csak egyedül lehetnék veletek ez alkalomból, hiszen szeretett párom, osztályfőnököt 2002. február 12-én hirtelen eltávozott közülünk. Így most az emlékezés számomra nagyon szomorú, hiszen nincs kitől megkérdezni, emlékszel, hogy is voltunk a nagyon. Ahogy ízlelgetem az 50-es számot, tudatosul bennem, hogy mi akkor 22 évesek voltunk, amikor veletek hihetetlen, hogy egy-egy szülői értekezetben mi voltunk a legfiatalabbak. Az idő eljárt, ma már négy gyermek, Domi, Kati, Gábor, Felkó, és őt unoka, Liza, Dani, Vendelbusz, Blanka, Lilla, boldog anyukája és nagymamája, akik gondolok vissza a patai évekre. Az évek múlásával most azt tapasztalom, hogy egyre élesebben tudok emlékezni a fiatalkori történésekre, és igyekszem különbséget tenni az idő, egy definiálhatatlan dimenzió, károszki és ronoszki fajtája. Fiatalon, kronométerrel mérhető kairoszi időt véli fontosnak az ember, szeretné a múló pillanatokat is kihasználni.
de ezüst koszorús fejjel visszaemlékezve a kairosz időt keresem, amely alatt éltünk titkos dolgok, a életünk titkos dolgai történtek, és próbálom értékelni ezeket. Így 70-en túl egyre gyakrabban kérdezem magamtól. Mennyi volt eddig életünkben a hasznosan eltöltött idő? Hogyan sikerült végigjárnunk a számunkra ilyen utat? Milyenek voltak azok a dolgok, amelyeket magunkért tudhatunk? Szakmai tevékenységünk olykor miért bicsaklott meg a tettek mezeit? Sikereink és kudarcaink milyen gyökereznek egyéniségünkben? És így tovább. Szándékaim szerint nem a múlton való kesergés lényeg teszem fel az ilyen kérdéseket, hanem a megélt évek visszavonulásának kényszere, az értékesen eltöltött idő keresése, következtetések levonásának előremutató igénye szólaltak meg. Vagy lehet, hogy az ellenmondásos jelenből menekülök, és igyekszem elítetni magammal, hogy nem olyan szegény színekben és fényekben az a világ, mint sokat a vakondokon közül el akar elképzelni velünk. A mi Dunakatalinon eltöltött 6 évünk mindenféleképpen igen hasznos időnek bizonyult, mint a szakmában, mint a magánéletünkben. Amikor emlékeink között lapozgatok, gondolataim megfogalmazásakor, szakmából adódóan gyakran ösztönösen és fizikai kifejezéseket szeretek használni, és fura módon tartalmokat hétköznapian aktualizálom. Ilyenek például az impulzus, egyenlő lendület, a batai körülmények az objektív nehézségek ellenére is lendületet adtak munkának, a kölcsönhatások. A fizikában úgy tanítjuk, hogy a kölcsönhatás valaminek valamire van hatása, mely mindig kölcsönös és feltétlenül közvetlen. A Batai évek bennünket hozzásegítettek sok barátság kialakulásához, és talán kölcsönösen nyomodhatjuk mi is magunk után távozásainkra. Batai munkán során hamar megtanultuk, hogy a kellemetlen kölcsönhatások elkerülése végén kinek, mikor, mit szabad vagy érdemes elmondani. Az energia a változó képesség mértékét fejezi ki, sok változást átél az ember élete során szakmai vagy magánéleti vonatkozásban. Sokaknak maga is előidézője, de nem mindegy mekkora energiabefektetést igényel egy változás kielő szakolása. Az ember energiája mindezekből akkumulálódik, megtanultuk, hogy az energia nem vészel, csak átalakul, a kontinuitásban és folyamatosság kérdése is nagyon fontos az életünkben. A tanítás tanulás folytonosságának, az élethosszig tartó tanulás igényének a megteremtése igen lényeges, valamint az utódok kinevelése is jövőn záloga. A feszültség, mely megteremti kiegyenlítődésünknek, vagy az egyensúly létrejöttének lehetőségét a magánéletben és a társadalomban egyaránt. Csak kezelni kell tudni. Vagy a hatások, mely a befektetett és hasznos munka arányát érzik el. A fizikai fogalmak sorában végére hagytam a viszonylagosság, vagy a relativitás fogalmát, mint a boldogulásunk egyik alapját. Hiszen viszonylagos boldogságot jelent a másokkal való törődés tényleg, mert ilyenkor önmagunkban is törődünk. Viszonylag sokat tehetünk, a társaimban felismerjük, mi jó és mi rossz körülöttünk. Viszonylag mi jól dolgozunk, a példaképeinket is észreveszünk, hogy az élet léptéke a lélek, és a lélek léptéke a munka. Általában megelégedettségünk érdekében fontos, hogy lehetőségeinket, eredményeinket másokéhoz viszonyítsuk. Úgy gondolom, ha elejét veszünk a bennünket támadó elégedetlenségnek, és viszonylag boldogok lehetünk, mindezekért hiszem azt, hogy a fizika nem csak tudományosan, hanem hétköznapján is fontos és szerethető. Elnézést, hogy az osztályfőnökhelyettes óra kicsit átment fizika órában. És most néhány emlék a Batai évekből. Szakos találja. Ezt követően tudatva velünk, hogy bár az álláskiírásban itt választási lehetőséget 3 szolgálati lakást ígértek, de jelenleg szabad szolgálati lakás sajnos Faragóféle ház egyik lakásából nem költözött ki, Zsolnai házaspár, a házban lévő másik lakás szakadozása pénzhiányában elmaradt. Így pillanatnyilag lakhatatlan, köves végüzletésében a szoba vizet az átvizi útról lehetne hordani, pontyantós létszer útvar végében, tehát ne sajnáljuk, hogy nem költözhetünk be, furcsa logika. A harmadik lakás megléte pedig füllentés, vagyis mézes macar volt. Mi lenne most, hol fogunk lakni? Kérdésünkre az igazgató válasz röviden és felelőtlen és tömör volt, hogy a tanjai kollégium beteg szobájában, ha üres, de a beteg gyerek adódik, őt be kell engedni, vagy más megoldást kell keresni. Kedvesen, sajnos rövidesen is következett, így kerültünk a Maló utcai albérletünkbe. Már az első évben osztályfőnökök lettünk mind a ketten. Domján gimnázium második osztályában, lévő korábbi osztályfőnök Zsóka Falucsára lelépett,
de valószínű, hogy fellépett, neked pedig az általános iskola egyik nagyon kedves érettanulatos 5. osztályra jutott. Az első szülői értekezleten igen keményen szembesültünk azzal a ténnyel, hogy mi voltunk a legfiatalabbak a teremben, ugyanis tőlünk kért tanácsot néhány szülő csemetéje jó tanulmányi eredményére érdekében. Sok-sok kedves emlék elevenedik fel bennem a levélírás közben, egyik igen emlékezetes példa az alábbi. Egyéb program hiány, gyakran összejöttünk, ahol éppen hely volt számunkra. Egy téli esti beszélgetésünk alkalmával Juhász Pista kitalálta, hogy mi újabb szervezünk magunknak szimpóziumokat. A fogalom értelmezése végett lexikoni magyarázatot adott szándékának, a szimpózium antik görög szó, mely a görög világban az érkezéseket követő olyan poharazást jelentett, poharazás vastagon szedve, amely alatt tudományos és bölcseleti kérdéseket tárgyaltak a résztvevők. Nekünk nem is a poharazgatás tűnt nehéznek, hanem a témakeresés és feldolgozás, de éreztük, hogy szükségünk lenne arra, hogyan gondolkodjunk, vitatkozunk, tájékozunk, művelődjünk. Pista ötletét azonnal nyomatékosította, hogy igen, sokféle szakosok vagyunk, bizonyára ki tud a saját szakterületéről olyan érdekességekről beszélni, a többieknek, amelyekről mindannyian okulhatunk. Első hallásra meglepődtünk a felvetett gondolaton, de szinte egyhangulag elfogadtuk, és megállapodtunk abban, hogy legalább havonta egyszer nem csak poharazgatás végett összejönünk, és minden alkalomra közülünk egy-egy ember felvezet egy érdekes témát. Sikeres próbálkozásaink oda vezettek, mert nem csak az újak jártak a szimpóziumokra, hanem más kollégák ismerősök is. Sok érdekes témakörről esett szó, ilyenekre emlékszem. Domi a már akkor egyik kedvenc matematikai problémájáról, a fraktálokról beszélt kivéltetően. Akarai Tamás különféle izmusok kialakulásait fejtegette, a társadalmi változások tükrében nem kevés politikában autorizálva. Jó magam a nagy fizikusok, Isten hitérő olvasatokat próbáltam ismertetni. Illetve később Laura Fermi, Atom a családban című könyv alapján meséltem a többieknek, részletesen Fermi Amerikában jutásának kalandos történeti munkásságát, az atombomba feltalálásának izgalmas napjai közepette. Sáv Józsi nyelvészeti problémákat feszegetett, főleg a régi magyar nyelv vonatkozásában például etett egyenlő szervetett kapcsolata. De a legizgalmasabb az volt, amikor Gödritekla valóban megszerezte Ilyés Gyula egy mondat a zsarnokságról című, akkor 964 szamizdatnak számított költeményének stencilezett változatát, hát mondanom sem kell, hogy ez a korragatás hajnali tartott, hiszen azok a napok sem voltak mentesek a politikai gyűlöletről. Ezekből a találkozásokból született meg később a helyi értelmiségi klub létrehozásának igénye, amelynek összejövetelei már nyilvánosak voltak, és akkor a vadonatúgyi művelődési ház könyvtárában kerültek megrendezésre. Akonai Tamás szervezte, aki akkor ott volt, hogy híres embereket, jobbára művészeket, politikusokat hívott a beszélgetésekre, volt, hogy csak hárman ültünk a teremben, például amikor Bicskei Tibor, vagy Kálai Ferenc ötleten sem mondani, hogy szét nem maradt üresen. Az írók olvasó találkozók közül bennünk leginkább Garai Gábor, akkori fiatal költő gondolatai maradtak meg. Talán ennek köszönhetően hangzott fel a Domi temetésén a Jókedvet Ajnak című verse is, amit meghallgatunk Veronika előadásában. Jókedvet adj, és semmi más uram, a többivel megbirkózom magam. Akkor a többi nem is érdekel, szerencse, balsors, kudarc vagy siker. Hadd mosolyogjak gondon és bajon, nem kell más, csak ez az egy oltalom. Még magányom kiváltsága se kell, sorsot cserélek bárhol, bárkivel, ha jó kezemből önként tehetem, s felszabadít újra a fegyelem. Ha értelmét tudom és vállalom, s nem páncélzat, de szárnya vállalom. S hogy a holnap se legyen csupa gond, de kezdődő s folytatódó bolond kaland, mi egyszer véget ér ugyan, ahhoz is csak jó kedvet ad, uram. Kati, mert mi így értekezünk egymással.
nagyon aranyos volt, és azt mondta, hogy egy meglepetést fog küldeni, nem írta meg, hogy mi. És amikor megkaptam két ilyen nehéz csomagot, hát elküldte azt a könyvet, hogy Lukas volt a fizikából, ezt ő írta meg a lánya, és népre szólóan dedikálta. Úgyhogy most tartunk egy kis tornamórát, és akit szólítom, kijön a könyvért, az első Dunapartai érettségű osztály szeretettel, szeretettel, 67-17, mai látunk. Mert úgy gondoltam, hogy van, amivel illő volna ezt a kedvességet. Mondjuk lehet, hogy van, aminek már megvan, ez a könyv, de ez nem számít, ez dedikálható. Azért mondtam, hogy egy kis tornaóra lesz, az utána még folytatjuk. Nem, 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 így van most nekem. Fővényes Maria, hát majd a következőt, mert utána úgyis egy kicsit majd föl kell állni. Csak közel fogok sorba küldte a kastélyt. Írd a lábukat én ezt látom. Molnár Viktória, már nem nézd, hogy szerint van. Biztos, hogy a munkáim, mert a bajátom nem az ő neve van benne. Mi vagyok én? Neked úgy írta a Kati, hogy Vikine, Molnár Viktória. És azért annyit szeretnék mondani, amíg aláírnak a lányok, hogy két olyan osztálytársunk van, a Német Marika és a Kosaras Feri. Én minden évben, most is három héttel előtte megkaptam a meghívót, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon rosszul esik, hogy még arra sem méltattak egy levelet, vagy egy e-mailt. E-mail címet adtam, telefon, én a Marikával beszéltem, körülhívtam, és azt mondom, hogy pedig dolgozik. Tehát úgy, hogy ne haragudj, hogy szombaton nem dolgozok, de tudom, hogy mind dolgozik. Nagy Ilona, Icuka, hol vagy? Hogy mondom, hogy mi találkozunk egyszer belül két éve, vagy három éve a temetőnél, megálltunk, pakoltunk kéten Jenővel, kiváltunk, kombátházat, és ott álltunk. Elfordították a fejünket, a Józsi, a Hogy majd így fogok csinálni egy fotót. Hogy fogok, hogy a
Simon Paolo. Nem vettem be a... Mondja, ki lesz? Nem vettem. Jó, ha végül.